Jó reggelt! Neked üdes lesz! És te kell bingával tűnmenni egy futóbicikivel. Ne mondd már! Hogy majd ügyes lesz, majd eléz. Ez etni fog a zsapkázat egy lépát. Mert miért kell azokat enni? Mert felnőtt tegyünk. Attól leszünk nagyok az apkásától, meg a répától. Oli állítja, hogy attól lehet nagyra nőni, meg attól leszünk erős. Úgyhogy akkor majd, hát akkor lassan Eliznek is adni kell apkását, meg répát, ugye? Igen. Majd ha lesz foga. Fiúk, szerintem gyorsan öltözzetek, és kiindulás. Ez kell menni Elinek is opiba. Igen, majd együtt mentek, mint jó? Mint ahol van, ez a mai reggel, ez nagyon nyugodtan indult, és nagyon nagy késésben vagyunk, úgyhogy nem fogunk odaérni a zobiba, hanem kezdünk el azonnal öltözködni. Gyerünk! Hát, cuki, majd Istenem! Jó reggelt! Tözöl? És tényleg öltözik, annyira cuki! Mindent is egyedül szeretne csinálni. És egyébként nagyon ügyes. De amikor sietünk, Oliver, akkor hadd húzzam felém az oknidat, cuki. Sikerült! Ennyi! Ügyes vagy! Pulcsi és indulás! Jó! Repülőbicikli! Jöttünk személyt csináltatni Eliznek, ugyanis biztos láttatok Dani videójában, hogy az előző utazásunk során ezt abszolút elfelejtettük, és úgy mentünk Ausztriába, hogy neki nem volt igazából fényképes okmánya. Ja, és oda jöttünk a Baross utcába, mert hát igen, lehet, hogy a 8 ker elrettentése, de itt sose kell sorba állni, és még kedvesek is. Úgyhogy ezt a Baross utcai kormányablakot inkább nem ajánlom, mert akkor lehet sorba kell állni majd, hogyha ti is ide jöttek, úgyhogy nem is olyan jó az. Most sem csalódtunk a kormányablakban, konkrétan szerintem 10 percet voltunk bent, ahogy megérkeztünk, nagyjából szólítottak is, és Eliz egyszerűen, nem tudok mit mondani, nem tudok szavakat találni arra, hogy mennyire ügyesen viselkedett, elkészült egy csodálatos fotó róla, és igazából meg is voltunk. Ez reklámnak tűnhet komolyan, de nem, a Baross utcai kormányablakban annyira kedvesek a biztonsági őrök, meg a, hát meg az ügyintézők, hogy tehát tényleg Eliz nevettették, nem azt mondom, hogy soron kívül mehetünk, de hogy valahogy jó oda menni. Pedig a környék az, hát az bot. Oda menni nem jó, ott lenni már jó. Aztán betértünk egy nagyon régi kis kedvenc helyünkre, a Freja nevezető reggeliző helyre, ami azóta egyébként sem volt olcsó, de most még keményebb árak vannak, úgyhogy fél évente egyszer leszünk ott, viszont croissant-okat árulnak csak. Croissant költeményeket. De fú, tényleg utánozhatatlan. Mi ettünk is rögtön egy sósat, meg egy édeset, amúgy mi mindig így csináljuk Danival, hogy mindenki eszik egy-egy sósot, és aztán elfelezünk egy édeset, most ez pisztáciás volt, tehát mindig pisztáciás volt, de hogy ez tényleg zseniálisan finom. És ez a csajci ott... Ez igaz! Rólad van szó, Tuki! Mutassuk már nekem, milyen kép készült Elizről. Jó. Hát, na most ez, hát Elizről láttátok ott, hogy készült el a kép. Hát szegény Oliról mi ez? Édesem. Hát ez nagyon vicces. A két Eliz, kis bűnöző. Eliznek jobban áll ez a fotózás, nem? Mint a Olinak. És nem hasonlítanak. Most őszintén szerinted Olinak még ez jó egy évig, nem? Igen. Hát most szerinted, ha valaki nem rossz volt, de ki akarja vinni az országból, majd ez alapján nézé, majd azt mondják, hogy jó, ez... Ez nem ő. Vagy pont fordítva, ha mi ki akarjuk vinni, és ezt megmutatjuk, akkor mit mondanak, hogy hát kérem, vigyék vissza. Nekünk nem hiszik el. Eliz, ne tolda a kezedet, mert az nem jó. Nehet meg a kezed. Nem jó. Roomtour! Végre roomtour. Gyertek, megmutatom nektek Eliz rezidenciáját. Wow. Fáradjatok beljebb, kérlek. Jó, befáradunk. Nagyon pici a szoba, és lehet, hogy
csalóka egyébként a felvételekről, de tényleg iszonyú pici, viszont szerintem annál cuki. Ahogy bejövünk a kedvenc növényünkkel, kezdődik az egész történet, a monsterra, a könnyező pálmánk, és jön egy olyan rész, amiben majd segítségeteket szeretném kérni, de ezt most ugorjuk át. Szóval, itt van egy kis játszószőnyeg. Nem tudom, hogy mindennek mondjam-e a fellelhetőségét, vagy leírásból lehet, hogy beteszem, mert biztos, hogy nagyon sok kérdésünk lesz. Itt van ez a kedvenc szoptató székem, amiben egyelőre egyébként még nem sokat tudok, oda is szakad benne dolgozni, mert ott mellettünk alszik még Elise. Úgyhogy igazából most egyelőre csak pelenkázásra használjuk Elise-nek ezt a kis szobáját. Ez a kedvenc részem, az alvósarok és a pelenkázó rész. Szerintem ez zseniális lett. Nem akarom magamat veregetni, de szerintem tényleg nagyon jó. Imádok itt pelenkázni. Tényleg mindent elérek, a tárolók a kedvenc részeim, lenyúlok ide, itt a kis ruhája, itt a kis pelusa, és kihúzom a játékos kosarát. Akkor a lendületben vagy. Szóval igen, lehet egy kicsit gyorsan mutatom. És ezt nézzétek el, bocsi, hogy a fény nem lesz jó annyira a videón, mert viszont ez egy nagyon fényes szoba, tehát innen nézve tökéletes a fény, és imádjuk, meg nagyon jó, hogy itt látunk. De most a kamera nem biztos. De egyébként, hogyha részleteiben kezdjük, akkor ugye hál' Isten a fal az már egyébként akkor készült, mikor mi ide beköltöztünk 3 évvel ezelőtt. És hát szerintem ez gyönyörű, és megadta a hangulatát már kapásból az egész szobának. Direkt uniszexre csináltuk annó. Hát inkább lányos, de igen, uniszexre terveztük, de lányos lett. Erről van egy külön videónk, ezt most itt meg tudjátok nézni, hogy hogyan készült ez a fal, hogyha ez érdekel valakit. Akkor miért tök érdekes ez a lámpa. Mindig is ilyen lámpát szerettem volna, ez tollakból van ez a lámpa. Ha már a lámpáknál tartunk, akkor abból is nagyon bepörögtem, mert Zara Home-ból rendeltem ezt a csillaglámpát, ezt ilyen pelusozáshoz, éjszakai pelusozáshoz, és van még egy ilyen etetés mellé, hopp. És ha már csillag, akkor ez is ilyen csillag. Ja, és ez ki van égve, hopp, nem? De így. És kiegészítők is Zara Home-osak, meg ez a kis tároló is. Ha már Zara Home, akkor még ez a forgó is, tehát én most ezen a zsiráfos koncepció menten, meg ez a nem is tudom, púderrózsaszín, tégla, inkább téglaszín, ami nekem nagyon tetszik, és akkor ehhez szereztem be még, nézzétek, a szintén Zara Home-ból ezt a zsiráfos húzatot, nekem ez is nagyon tetszik. A fészek az olivéré volt, a kiságy olivéré volt, egyébként nagyon sok minden olivéré volt, úgyhogy azokat már valószínűleg ismeritek. Amire még nagyon büszke vagyok, az a fal, ami még nincsen kész. Ezt is Elise-nek rendeltem. Illetve itt rögtön a láblenyomat, meg a kézlenyomat is, amit igazából pár naposan próbáltunk megcsinálni. Nagyon sokat szenvedtünk vele, hogy sikerüljön. És innen hiányzik még egy kis kép, de majd ezt is pótolni fogjuk. Illetve függönyök is vannak. Ez egy nagy újdonság. Az valakinek a videójában már volt. Ja igen, a tiédbe. Lehet. Úgyhogy igen, ez így szerintem feldobja a szobát. Ez a polcrendszer is már volt, ezt asztalossal csináltattuk, tehát ez itt volt, meg ez a nagyon nagy szekrény, és ez a gyönyörű szép szekrény, ami egyébként nagyon praktikus, meg is mutatom nektek, tadá, mit vannak Elise ruhái dolgai. Lent a törölközők, szépen besorozva a ruhák, ezek, már kérdétek, ezek mind kinőtt ruhák. Hihetetlen, hogy 3 hónapos és már egy csomó ruhát kinőtt. Arra gondoltam, hogy egyébként csinálunk egy Insta oldalt, és szeretnénk eladni ezeket a ruhákat, mert annyira szerettem őket. Itt vannak polcok, játékokkal, meg kiegészítőkkel, majd a kis könyvek, ezek szintén Olivertől örökölt könyvek. Ezt a fogast nagyon szeretem, ezt is a Zarából rendeltem. És a túloldalt van egy kis hiányosság, IKEA-s polc. Ezt mindig kérdezitek, ez egy fűszeres polc egyébként. Jövök Erike mindjárt. Ez a két dolog, amit szeretnék elhelyezni. Kérdés, hogy hova? Úgyhogy ebben segítsetek. A opció, hogy így rakjuk fel, ez a kis fogas meg egy pici tükör. B opció, megcserélve, valahogy így. C opció, hogy ez marad itt, ezen a falon. És ezt a tükröt átvinném ide. Föntre dísznek. Az se rossz amúgy. Nem rossz? Nem. És van még egy D-opció, hogy ide rakjuk a pelusozóra, hogyha hasal Elise, akkor még látja is magát. A játszószőnyegről nem beszéltem még, ez is H&M-es. Ezt a leírásba, ez már szintén olivéré volt. Ezekkel a kis csörgőkkel, annyi, hogy ez cucumberc is, ez egy újdonság, meg ez a rágóka is. A szőnyeget honnan rendeltem?
Tándem az is, nem? Nem, az bonnam is. Na jó, ezeket kiderítem nektek és a leírásot beírom, mert nekem ez annyira tetszett az a szőnyeg, hogy kettőt is vettem, Oliver szobájában is ugye végül ez lett. Talán már erről is meséltem. Ez is egy nagy kedvencem, nézzétek. Húha. Ez is zarás, zenél és hógömb. Nagyon tetszik. Részleteiben odafigyeltem egyébként tényleg mindenre, amire csak tudtam, úgyhogy nagyon kedvenc helyem, talán a legkedvesebb hely most itt nekem a lakásunkban. Dani, te hogy vagy ezzel? Nekem meg már nincs dolgozó szobám. De hogy nem, mit szoktál mindig dolgozni? Hát ennyi. Nem tudom hova tenni a kameráimat, a drónt, a memóriakártyákat, és még videózni se tudok rendesen, mert már a fény is rossz itt így nekem videózni. Tényleg a lakás legszebb szobája lett. Jaj, igen. És ez a pihenőszék még mindig zseniális. Elise az iszonyatosan jól el van benne, és már használja is ott a játszó rész rajta. Szoktam mindig pörgetni. Baby Björn, csak már mindig kérdezitek. És igazából ez volt a fő apropója a videónak, hogy végre megmutassam nektek Elise szobáját, mert nagyon-nagyon régóta szerettem volna ezt megtenni, most végre itt volt rá az alkalom és az idő. Egyébként, hogy egy kis aktualitást is mondjak a mai videóban, Olivernek ma volt az első olyan napja az oviban, amikor ott aludt, nagyon az beszoktatás elején járunk. Nagyon izgulok, hogy hogy sikerült az altatás, és hogy rendben ment a minden, nem hívtak, nem telefonáltak, nem tudom, hogy egyébként itt már az óvodában ez szokás egyáltalán, hogyha bármi gond van, akkor hívjanak-e. Egyelőre azt érzem, hogy keveset kommunikálnak velünk az óvónők. Na, mindegy, ebben nem megyek bele. Szeretnék majd erről egy részletesebb videót is csinálni nektek, amiben elmesélem, hogy hol tartunk most, hogy alakult éppen az első ottalvása Olinak, meg hogy az egész beszoktatás egyébként hogy zajlott, és hogy vettük mi az akadályokat. Most viszont nézem az órát, indulok, mert most az a terv, hogy 3 óra környékén ébresztik őket, és hogy az első alkalommal legyek ott, amikor felébred, úgyhogy most azért sietek is. A csapatnak a másik fele már elment, pont úgy jött ki, hogy ma kellett Elise-t vinni 3 órára oltásra, úgyhogy most megcseréltük a szerepeket, mert azt gondoljuk, hogy Olinak most nagyobb szüksége lesz rám így az első ébredés után, úgyhogy most Dani vitte Elise-t, úgyhogy miatta is izgulok, úgyhogy most tiszta stressz vagyok. De na mindegy, majd a következő videóban beszámolunk a továbbiakról, meg az aktuális helyzetünkről, úgyhogy remélem, hogy tetszett ez a videó, akinek a dobjatok rá egy lájkot, és találkozunk hamarosan. Sziasztok!